Nyilvános channeling, 2010. október 6-a. Médium, Sangitár, www.krajonschule.de. Fordítás, Melvin Maja. Jézus Krisztus elhozza isteni felső énjét, Sansíját az emberekhez. Sansíja az élója energia árasztása. Vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki mindig voltam. Vagyok, aki mindig leszek. Jézus Krisztus vagyok, a fiú. Az ómár tasszat szavakkal köszöntelek mindegyikőtöket. És ebben a pillanatban áramlanak a szavak egyenként mindegyikőtökhöz, beágyazva a mérhetetlen szeretet erejébe. Sokan ismerik közületek a történetemet. Hogyan születtem meg atyámtól, és ahogy magként, és ezzel emberként belemerültem a dualitásba, hogy ennek a bolygónak elhozzam a megváltást. De ma szeretném elmondani, amikor atyám forrásából megszülettem, megszületett az isteni forrás mezőjéből velem együtt egy fény buborék. A fény ezen forrását Sansíjának hívják. Sansíja egy aranyangyal, és ő az én felső énem. Sansíja isteni fényének buborékában található az élója energia, és a személyes angyalcsoport, aki az inkarnációm alatt elkísért. Nagyon megindító Jézus számára, hogy ma először elhozom nektek Sansíját és az élója energiát. Ez egy ünnepelt esemény, mert közületek hamarosan sokan fogják a szeretet nagykörében felső énem legmagasabb energiáját a földre hozni, és az élója energiát elterjeszteni a földön. Ez olyan, mintha önvalóm újjászületése lenne. Mindegyikőtök fogja érezni, mit jelent mindez, ha az isteni tiszta szeretet fény a felső én hozzád megérkezik. Ez a földön az energia emelkedése, mert a fátyol már nagyon elvékonyodott. Így ez az esemény a jelen időpontban lehetővé vált. Egyenként még nem tudatosul, hogy mit jelent, ha Jézus felső énje a földre érkezik. Sansíja velem összeolvadt, mert hozzád hasonlóan nekem is van felső énem. Most pedig szólítom Sansíját, hogy az élójának nevezett energiát, a szeretet lebegő áramlatát a számodra először elhozzam. Ennél az áradásnál én is jelen leszek, egészen mélyen benned, a lelkedben, mert az energia árad, és ez az energia mélyen kapcsolódik benned, és ez szavakkal sokkal kevésbé megmagyarázható. Szólítom hát Sansíját, felső énemet. Sansíja vagyok, az arany trón angyal, Jézus Krisztus felső énje. Magamban hordozom az ő személyes angyalcsoportját. Minden információ és minden energia, melyet Isten fia bármikor is összegyűjtött, beágyazódott a fény tárolomba. Ezt a fényt hívják élója energiának. Ez az energia a struktúrádban gyógyító lakhat. Kibontja lélek aspektusodat, és összetudja kötni Krisztus aspektusoddal. Ez egy mélyreható, szinte személyes, szeretet energia, hiszen mindegyikőtök magában hordja a krisztusi szeretetet. Sansíja, a fiú, Jézus Krisztus felső énje, hamarosan manifestálja ezt az energiát a földön. Így a benned lévő szeretet rácshálót és a földön lévő szeretet rácshálót átjárja a tiszta isteni energia, és ezáltal kiterjed és megerősödik. Leginkább az úttörőkkel fogunk dolgozni, de minden embernek meg lesz a lehetősége, hogy az élója energiát, a szeretet energiáját érezze, és ezáltal tovább adja. Sansíja megkér téged, lélegezd be Krisztus fényét.
Engedd, hogy Jézus megérintsen, és érezd az erőt, melyet ez az energia és a szeretet hoz a számodra, amikor benned kiterjed, és lelkedben mélyen megérint. Új mélyen összekapcsolódtál Jézussal. Minden lélegzettel egyre többet és többet befogadsz Isten fia energiájából. Így némely pillanatban az élője energiában fürödhetsz. Ez egy mélyreható élmény lesz a számodra, mert még mélyebben érzed majd Krisztus szeretetét. Még mélyebben érzed önmagadat. Még mélyebben, milyen erő van benned, mely megengedi számodra, hogy ezt az energiát befogadd. Ezzel az erővel hagyod majd el ezt a termet. Az öröm mély érzése jön létre, majdnem olyan, mintha egy fogadás lenne, mert időnként magányos vagy, tele vagy vágyjal. Az élője energiával megérzed, hogy soha egyetlen pillanatra sem voltál egyedül. Az élője energia a biztonság és béke mezőjébe ágyaz be téged. Így engedd megtörténni. Ha lehetséges, tedd a kezed a szívedre. Ez az energia lehorgonyzódik a lelkedben. Nagy örömmel kérem a személyes angyalcsoportodat, hogy lélek aspektusodat helyezze az isteni lángba, melynek következtében ez az aspektus szélesen megnyílik. Mint Jézus Krisztus felső énje, elmondom neked, mennyire szeret téged, Isten fia. Ha tudnád, hogy műve befejeződik, új mélyen kapcsolódik hozzád és lelkedhez. A mély szándékkal, hogy minden csatornád nyíljon meg, árasztjuk most feléd az élője energiát. A valóság hangjait játsszuk. Ez az élője energia, Jézus felső énje, egy nagyon lágy, mégis nagyon erőteljes energia. Kérd meg személyes angyalcsoportodat, hogy vigyázzon erre az energiára, mert a következő 9 napban a lélek aspektusodban tartózkodik, mielőtt az összes többi aspektusodban szétárad. Lelked mélyén egyre jobban érzed, ki vagy te valójában. A földön érezd az erőt. Ősi jogod, hogy az légy, aki vagy. Összes képességeddel, összes szereteteddel, minden erőddel és minden hatalmaddal. Sen síje mondja neked, ha ez megtörténik, akkor érezni fogod, hogy mi mindent megteszünk, és mindent megmozgatunk az energia áramlatokon, hogy a hasadékon keresztül hozzád eljuttassuk, hogy a valóság egyre mélyebben lehorgonyozható legyen ezen a bolygón. A proszondó fény az aranykorszakban az oldó, megváltó energia, az élője energia, és legvégül Jézus Krisztus felső énje visszatér a földre, hogy nálatok legyen, hogy veletek legyen. Még egyszer veletek együtt szolgálja azt, ami a földön történik. Sánsíje egyenként mindegyik őtökkel mélyen összekapcsolódott, mert Jézus Krisztussal mélyen összeolvadtam. Mert hogy felébredjen, ő is megismerte az összeolvadást a felső énnyével, mint ahogy te magad is. Sánsíje kegyelemmel és örömmel telt azért, ami történik. Örülök annak, ami jön, mert ez az élője energia még egyszer megváltoztatja a bolygót, és segít a föld energiáinak megemelkedni és megváltozni az új idő felé, ahogy a földön meghatározott. Én az isteni forrás egy része vagyok, és magának Istennek ritmusában lélegzem. Minden lélegzettel egy meghatározott energia érkezik a földre, ami az újat teremti, és mindegyikőtöket az erő mély önvalójába juttatja. Ez így történik. Nagy öröm volt számomra veletek lenni ebben a pillanatban. Ez egy kegyelemteljes idő. Még akkor is, ha sok ember ezt másként érzékeli, és a földön nagy a zavarodottság, még a fénymunkások között is. Hadd mondjuk el neked, ez a kegyelem ideje, a belső megtérésé, a legmélyebb szándéké, az aranykorszak megváltásáé és befejezéséé. Maga Isten pulzál a fényemben, és ezzel a pulzálással, melyet az isteni szavak tartalmaznak, búcsúzik el,
sensíje mindegyik őtöktől egyenként a szavakkal. Á, ni, ó, heved, ó, drá. És felkérlek benneteket, hogy 9 nap múlva a beágyazott élője energiát engedd szabadon, hogy az összes többi aspektushoz is eltaláljon. Minden lépéssel és minden lélegzettel, az élő aspektusaiddal, a merkabáddal és a lelkeddel ezt az energiát az emberekhez viszed. Mert a nagy esemény, hogy az élője energia manifesztálódjon a földön, a küszöbön áll. Mindegyik őtöket végtelenül szeretlek. Most tehát egy melengető energia lett beléd ágyazva. Így van ez. An Anasa. Ani, o heve do drach soham, ani.
anillo heve do tra e la donna ara signa sirus de nostre plaiuesh shekina e la donna ara signa sirus de nostre plaiuesh shekina Amin.
Shekina Ella Donna Ara Signa Sirus De Nostra Laiwesh Shekina Amin Ora De San Sohan Amin Ora De San Amin Amin.